Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, a legfontosabb hírek jönnek. Sikeresen zárult a bűnmegelőzési program. Barátságos fizika címmel nyílt kiállítás. Legyél te is televíziós! Lezárult a Makóváros önkormányzata és a Makói Rendőrkapitányság által közösen indított bűnmegelőzési program. Ennek eredményeiről ma délelőtt Toldi János önkormányzati képviselő és Palic András rendőrkapitány számoltak be egy sajtótájékoztató keretében. Ezt követően átadták a Te értéked, a Te érdeked online kvíz nyertesének fődíját. Mint már korábban beszámoltunk róla, a Belügyminisztérium még a tavaly évben nyílt pályázatot hirdetett bűnmegelőzési projektek megvalósítására, amelyen Makóváros önkormányzata 1,5 millió forint támogatást nyert. Ennek tekintetében a makói rendőrkapitánysággal együttműködve május és augusztus hónapok között számos programot valósítottak meg. Így többek között közbiztonsági tájékoztató műsorokat, önvédelmi képzéseket, bemutatókat, érzékenyítő előadásokat, valamint rendkívüli osztályfőnöki órákat tartottak. Az akció keretében elsősorban a legveszélyeztetettebb csoportokra fókuszáltak, így a fiatalokra, az idősekre, illetve különös figyelmet fordítottak a nőkre is. A megjelentek számából úgy érzékeljük, hogy egy nagyon hatásos és nagyon jó programot sikerült véghez vinnünk, hiszen több mint 6000 emberhez eljutott ez a rendezvénysorozat, és úgy gondolom, hogy ez mindenképp pozitívunként kell, hogy értékeljük. Ha már egy embert megmentettünk azzal, hogy bűncselekmény áldozatává váljon, akkor már mindenképp megérte a befektetést. A Te értéked, a Te érdeked címmel biztonsági kvízműsort is szerveztek. A 13+1 kérdés a különböző szituációk széles spektrumát ölelte fel, úgy mint az otthonvédelme, a tömegközlekedés, a bevásárlás vagy éppen a nyaralás. Ezt a programelemet Toldi János önkormányzati képviselő értékelte. A kvízzel kapcsolatosan konkrétan a sportcsarnok előtt közreműködő részese is lehettem, ahol átnyújtottam a kis ajándék csomagokat, szatyrokat azok helyes választadóknak, akik tényleg a megelőzés legnagyobb fontosságát mondták el a feltett jó kérdések alapján. Ez a kvízjáték online formában is meghirdetésre került. Ezt közel 500-an töltötték ki, azonban csak 190-en válaszoltak helyesen az összes kérdésre. Közülük több nyertest is kisorsoltak, 10 ajándékcsomagot vehettek át, Kuruc István és Sánta Józsefné pedig egy-egy kerékpárra gazdagodott. A két gyermekes édesanyja a sajtótájékoztató után vehette át nyereményét Toldi János önkormányzati képviselőtől. A bringa kipróbálása után Sánta Józsefnét a kvízről és a makói biciklisek helyzetéről is kérdeztük. Azért pályáztam, mert itt Makón igazán fontos a közlekedés biztonság, legalábbis nekem úgy vagyok vele, hogy nekem két gyerkőcöm van, és őnek fontos az ő biztonságuk, és kíváncsi voltam erre a kérdőívre, amiből végül is valahogy tanultam is, nem csak kitöltöttem úgy vaktába, mert utána kellett járnom egy-két dolognak, amit végül is tényleg nem tudtam. Egy gyerekkorom óta tudok biciklizni, szóval biztos sem van a biciklizés, meg én is. A makói bicikliútak, örülök, hogy van minél több bicikliút, bár még lehetne még több, de biztonságosnak tartom a bicikliútakat egy némelyik kivételével. A pályázat ideje alatt 4 programban összesen 12 rendezvény került megszervezésre, melyeket végül mind az önkormányzat, mind a rendőrkapitányság sikeresnek ítélt. Most pedig rendőrségi híreink következnek. Akkor a délutáni órákban egy román rendszámú kis teherautó és egy magyar BMW-típusú jármű karambolozott Makón. Az eset a Lonovics-sugár út és a Szegedi utca kereszteződésében történt. A korai információk alapján úgy tudni, hogy a Lonovics utca felől érkező kis teherautó nem adta meg az elsőbséget a Szegedi utcán érkező BMW-nek. A teherautó felborult, mind a két jármű az utca menti házak mellett kötött ki. A makói tűzoltók segítkeztek a műszaki mentésben. A balesetben egy ember sérült meg, akit kórházba szállítottak. A helyszínelési munkálatok idejére a közlekedés rendje megváltozott a környéken, a 43-as főútot a Hagymás körforgalomnál lezárták, és az autókat a mellékutakra terelték. Elsodort egy biciklist egy autós kedden reggel egy makói kereszteződésben. A sofőr segítségnyújtás nélkül továbbhajtott, az áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett.
A vizsgálatok során világossá vált, hogy az autót vezető kis zombori gyanúsított, a jelzőtáblák ellenére nem adta meg az elsőbséget a biciklis számára. A sofőr a kihallgatása során beismerő vallomást tett, a makói rendőrkapitányság befejezte a nyomozást, és az ügy iratait az illetékes ügyészségnek vádemelési javaslattal továbbította. Az elmúlt három napban összesen 64 illegálisan az országba belépni szándékozó, vagy már itt tartózkodó migránssal akadt dolguk a rendőröknek és a katonáknak a térségben. Kedden Ásotthalomnál 23 pakisztáni és 6 indiai férfit tartóztattak fel és kísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Ugyanezen a napon Röszkénél is megállítottak 4 határsértőt, a reggeli időszakban, a délután folyamán pedig Kübekházánál állítottak elő 2 pakisztáni migránst, akik személyazonosságukat nem tudták igazolni. Az esemény Duskeddet hasonló szerdai nap követte. Hajnalban Kövegy külterületén 28 illegális bevándorlót tartóztattak fel a hatóságok. A személyek iraki állampolgárnak vallották magukat. A rendőrök még a nap folyamán átadták őket a román illetékes szerveknek. Szintén szerdán egy szerb honosságú kamion rakterében bujkáló, állítólagosan afgán származású férfit állítottak elő Röszkénél, aki magát érdemben igazolni nem tudta. Néhány órával később ugyanitt 5 afgán illegális határsértőt buktattak le a rendőrök, akik hasonló módszerekkel próbáltak az országba jutni. Egy nappal később csütörtök hajnalban az ásotthalmi hatóságoknak kellett megállítaniuk 11 pakisztáni és 2 bangladesi férfit, majd visszakísérniük őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Röviddel ezek után ismét Röszkén akadt dolguk a rendőröknek, ezúttal egy macedón férfit állítottak elő, aki egy kamionban elrejtőzve próbált meg átjutni a határon, ám formális okmányokkal ő sem rendelkezett. A férfit néhány óra elteltével egy újabb határsértő, egy afgán férfi követte, szintén kamionba rejtőzve. Mindkét szemét előállították és a határzárhoz vezették. Mint arról korábban már többször beszámoltunk, folyamatosan nő a migrációs nyomása a román határszakaszon. A legutóbbi adatok szerint augusztus 1-e és 27-e között mintegy 176-an próbáltak illegálisan bejutni az országba. Azonban sem a makóiaknak, sem a környékbeli településen élőknek nincs okuk aggódni, derült ki Palic András rendőrkapitány és Szilasi Horváth Jenő határrendészeti szolgálat vezető beszámolóiból, melyeket a legutóbbi testületi ülésen hallgathatott meg a grémium. Az utóbbi időben megszaporodott a román-magyar határszakaszon az országba illegálisan belépni szándékozók száma. Ezért Makóváros képviselőtestülete úgy döntött, az illetékes szervek vezetőitől kér egy átfogó tájékoztatást a kialakult helyzetről. Ennek apropóján Palic András, a makói rendőrkapitányság vezetője elmondta, ugyan egyre több migránst fognak el a településen és környékén, ez egyelőre nem jelent veszélyt az itt lakókra. A határhelyzetet megoldják a kollégáink, akik készenléti rendőrségtől vannak ide vezényelve. Régebben sokkal többet kellett vezényelnünk a saját kollégáinkat is a szerb határszakaszra, most ez az időszak megszűnt. Saját területünkön látunk el sokkal jobb szolgálati időben feladatot, így jobban tudunk koncentrálni a saját közbiztonságunkra. Semmilyen olyan bűncselekmény típusban nem volt előrelépés, ami ezzel kapcsolatos lehetett volna, hogy máshol hallottuk, akár garázdaság, vagy éppen erőszakos közösülés, vagy hasonló témakörben. Úgy gondolom, hogy biztonságosak maradtunk az elmúlt időszakban, és ezt várhatjuk az elkövetkező időszakban is. A tájékoztatásban részt vett Szilasi Horváth Jenő, a határrendészeti szolgálat vezetője is, aki a testületi ülésen hangsúlyozta, a migrációs nyomás átlagosan nem emelkedett a megyében, inkább átrendeződött a szerb határszakaszról a román határhoz. Ezért a rendőri és katonai egységek is átcsoportosításra kerültek. Folyamatosan működik egy műveleti törzsünk, ami akkor is jogosultsággal rendelkezik további rendőri erők átcsoportosítására, ha éppen egy váratlan helyzettel találkozunk. Tehát nem kell heteket, napokat arra várni adott esetben, hogy egy nagyobb csoport migráns megjelenik, órákon, perceken belül megindulnak azok a rendőri egységek, amik rendelkezésünkre állnak. Az, hogy mennyire hatékony a határőrizetünk, talán az is jól mutatja, hogy a mélységi elfogásokat minden nap szoktam nézni, és amikor Győr-Moson-Sopron megyébe, Komárom-Esztergom megyébe van valamilyen elfogás, akkor minden egyes esetet visszakövetünk, hogy hol történhetett a határátlépés,
és nagyon minimális azoknak az eseteknek a száma, ami eljut ezen az 1-2 kilométeres határvonalon túl. A határrendészeti szolgálat vezetője mindehez azt is hozzátette. A személyi állományon kívül természetesen a megfelelő eszközpark is rendelkezésükre áll ahhoz, hogy biztonságban tartsák Makót és környékét. 90. születésnapja alkalmából köszöntötték szerdán Mágori Istvánt. Az ünnepeltet, aki még ma is aktívan tevékenykedik, dr. Sánta Sándor önkormányzati képviselő látogatta meg. Mágori István 1927. szeptember 6-án született Makón, két bátyja és egy nővére után. Elemi iskoláit elvégezve ipari szakmunkás képzőbe járt, ahol vases szakmát szerzett. 1952-ben a makói gépgyárban kezdett el dolgozni, ahol igen nemes feladatra kérték fel, szakoktató lett. Egészen 1984-ig tanított az intézményben, melyben leendő lakatosokat, villanyszerelőket és autóvillamossági tanulókat oktatott. A munka mellett a kedvenc hobbija a zenélés volt, több hangszeren is játszott. 50 évet muzsikáltam, mint lakodalmas. És nekünk is. Igen. A rendezvényeinken, akkor már szintetizátorom volt, mert harmonikás voltam 30 évig. Igen. De nagyon nehéz a hangszer, már ugye. Úgy vittük el autóval. 70 éves kortul már szintetizálhatóra tértem. Feleségével 1956-ban esküdtek meg. Két leánygyermekük van, négy unokájuk, és már két dédunokájuk is. Ő is úgy nevelködött, mint én, hogy idős anyjával, apa nélkül, testvérek oda voltak, és... Hát itt a ház körül elkezdtem ezt az dolgozni. Azt úgy láttuk, hogy hát hasonlítunk egymásra, nagyon dolgosok vagyunk. Ő csipészövetkezetben dolgozott 45 évet, per 5 évet még rádolgozott nyugdíj után. Születésnapja alkalmából jó barátja és egykori orvosa dr. Sánta Sándor települési képviselő köszöntötte a szépkorút, aki dobos tortával, valamint Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi oklevelével lepett meg. István bácsi úgy gondolja, hosszú élettitka nem más, mint az egészséges életmód, ugyanis sose dohányzott és alkoholt se ivott. Barátságos fizika címmel nyílt kiállítás a József Attila Múzeumban. Az interaktív tárlaton 50 játék segítségével ismerkedhetnek meg a tanulók az egyik legősibb tudományág érdekességeivel. A 21. század múzeuma teljesen más, mint akár 50-60 évvel ezelőtt volt, hiszen mind az elvárások, mind a feladatok jelentősen megváltoztak az évek során. Közösségi és kulturális térré információt és tudást nyújtani képes intézménnyé kell alakulniuk, mivel napjainkban az ismeretszerzés nagyon fontos a látogatók számára, a tárgyak puszta bemutatásán túl. Én azt gondolom, hogy ennek a 21. századnak így felelünk meg, hogy vannak klasszikus kiállításaink is, és vannak olyan kiállításaink, ami egy kicsit formabontó. Hát ez a formabontás az, hogy mindent meg lehet fogni, mindent ki lehet próbálni. A gyerek az érintéssel, a tapasztalattal sokkal gyorsabban tanul. A fizika kicsit távol áll tőlünk, ezt a témát csak így lehet közelebb hozni hozzájuk. A Barátságos Fizika című interaktív kiállítás megnyitójára a József Attila Gimnáziumból 2, a Makói Általános Iskolából pedig egy osztály érkezett, ahol Martinuszné Korong Gabriella mondott rövid megnyitót. Ebben kiemelte, hogy a fizika milyen szerteágazó ősi természettudomány. Stábunknak arról is beszélt, hogy a tantárgy oktatása során milyen nehézségekkel és lehetőségekkel találkoznak a tanárok és a diákok. A fizika szertárak szerintem mondhatom általában is egy kicsit megkopottak már az iskolákban. Ezért vannak pályázatok, amik kapcsán tudunk modern és új eszközöket vásárolni, és az utóbbi időben azért az internet adta lehetőségek, a filmre fölvett konyha fizikai kísérletek azért nagyon izgalmassá tehetnek egy-egy egyébként szárazabb témájú fizika órát. A gyerekek a tárlaton közel 50 különböző interaktív játékon keresztül tapasztalhattak meg törvényszerűségeket. A mechanika, az elektronika, az optika, a mágnesesség és a fizika még számos területén. Szerintem nagyon jó ez a kiállítás, és fontos is, tehát, hogy a fizikát esetleg olyan diákoknak, akik annyira nem kedvelik, közelebb vigyék, megkedveltessék velük, illetve úgymond játékos módon kísérletekkel
Tehát, hogy sokkal könnyebb bizonyos szabályokat is megjegyezni, hogy látja az ember kísérleteken keresztül. Szerintem nagyon érdekes, és amikor a golyó fölfele megy a lejtőn, nekem azt tetszett a legjobban. Az érdekességek megtekintésére és kipróbálására október 23-áig van lehetőség a múzeum nyitvatartási idejében, melyre minden korosztályt sok szeretettel várnak. A Hagyma Fesztiválon most először a Makói Városi Televízió stábja nem csak forgatócsoportjával képviselteti magát. A csapat szombaton egy kihelyezett mini stúdióba települ ki, ahol betekintést enged nyerni egyes munkafolyamatokba. A helyszínen bárki kipróbálhatja magát riporterként, műsorvezetőként vagy akár operatőrként. Az elmúlt években az országos televíziók műsorgyártási szokásai kissé megváltoztak. Sok csatornán a magazin műsorok műfajában szívesen alkalmazzák a külső helyszíneket. A közszolgálati televízió például rendszeresen jelentkezett idén-nyáron is a Balaton partjáról, de kedveltek voltak a különböző rendezvényekről, fesztiválokról, szállodák teraszáról közvetített műsorok. A Makói Városi Televízió kulturális magazinja ezt a trendet követve két éve megújult. Azóta a város számos pontjáról, többek között a Hagymatikum fürdőből, a Petőfi Parkból, a Maros partról, a Glorious Hotel tetőteraszáról is láthattak a nézők társalgót. A forgatások alkalmával sokan rácsodálkoztak a látványos technikára, és a tapasztalatok azt mutatták, az emberek szeretik, ha egy műsor hátterét is eléjük tárják. Egy nyílt napot szervezünk a Hagyma Fesztiválon, amikor is mindenkinek lehetőséget adunk, gyerekeknek, fiataloknak, időseknek arra, hogy egyrészt betekintsenek a kulisszáink mögé, és tényleg közvetlen közelből láthassák azokat az eszközöket, amelyekkel mi nap mint nap dolgozunk. Másrésztről pedig lehetőséget adunk arra, hogy megfogják a mikrofont, hogy beleszóljanak a mikrofonba, hogy a kamera mögé odaálljanak, állítsanak az objektíven, nézzék a magasságokat, illetve a háttértechnikát meg tudják nézni, illetve ki tudják próbálni. Úgyhogy ezzel fogunk mi előrukkolni itt a Hagyma Fesztiválon. Szombaton azonban nem csak erre lesz lehetőség, a stáb tagjai játékkal is készülnek. A kicsik a horgászatban mutathatják meg ügyességüket, míg szüleik, ha a 10 kérdésből összeállított kvíztesztet helyesen kitöltik, nem távoznak üres kézzel. A résztvevők között társalgó című kulturális magazinunkban jövő csütörtökön egy főnyeremény is kisorsolásra kerül. A televízió csapata szombaton 10 és 16 óra között az infopont előtti standon várja az érdeklődőket. Most pedig lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Sikeresen zárult a bűnmegelőzési program. Barátságos fizika címmel nyílt kiállítás. Legyél te is televíziós! Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról. Anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 17 perckor a Társalgó című színes, kulturális magazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 55 perces kezdettel a 2017-es Babafa átadó ünnepségre tekintünk vissza. Majd 19 óra 10 perctől a Publikum című kulturális magazinnal zárjuk műsorunkat. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, én mára búcsúzom. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!